Ezek a felvételek még tavaly szeptemberben készültek Keszthelyen az országos szarvasbőgő bajnokságon. Májusban már 15 nemzet versenyzője utánozhatja a bikák hangját, szintén a Vadászati Múzeumban. A szarvasbőgő Európa bajnokság a szervező vadászati kulturális egyesületnek és a helyi lobbinak köszönhetően került Keszthelyre. Ez egy nagyon rangos megmérettetés. Ugye Magyarországon a gímszarvas mindig is egy kultikus vadnak számított. Talán Széchenyi Zsigmond, a legnagyobb hazai vadász fogalmazta meg, hogy a világon a legszebb a magyar erdő, a magyar őszi erdő, amikor a gímszarvas orgonál benne. Nekünk Dunántúlba és itt Szűkzalai körben is ünnep a szeptemberi gímszarvas vadászat. Tóth Csaba azt mondja, hogy különleges rátermettséget igényel egy bika hangjának felismerése és utánzása. Minél idősebb és tapasztaltabb egy bika, annál nehezebb a közelébe férkőzni és megcsodálni hangját. Az Európa-bajnokságon kizárt a részrehajlás, hiszen a bírák parván mögött kizárólag a hang alapján ítélik meg a versenyzőket. Minden egyes versenyző a zsűri által összeállított programot és annak a részeit kell, hogy a versenyen elbőgjék. Különböző bőgőkürtöket használnak. Itt elég széles a választék. Minden egyes versenyzőnek megvan a saját elképzelése, hogy melyik a legjobb és melyik a leghatásosabb hang. A szervezők a verseny mellett egyéb, a szakma és a nagyközönség számára is érdekes programokkal készülnek. A szarvasbőgő verseny után is rangos rendezvény lesz Keszthelyen. Június közepén nemzetközi solymász találkozót rendeznek. A minisztériumi támogatásból megvalósuló programon a szakmai konferenciák mellett szintén a nagyközönség számára is érdekes bemutatókat tartanak. Mindkét nagy rendezvényre ingyenesen várja látogatóit a Helikon Kastély Múzeum Vadászati Múzeuma.